Kitől félek én a legjobban? Jó, bocsánat, már abba is hagytam. És nekem mindig bocsánatod! Jó, bocsánat! Ne haragudj! De te nem haragudj! Bocsánat! Én tehetek róla! Nem én tehetek róla, bocsánat! 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 Zsuzsika, te ne kér mindig bocsánatot, én kérek mindig bocsánatot. Beszélgettünk a Gáborról, hogy melyik manót csináljam. Volt róla szó, hogy vagy a bákázt, vagy a lificet. Csak aztán mert azt mondta, hogy a lifica kevesebb szöveg, de amúgy az is egy... Amúgy az is egy nagyon fontos szerep a darabban, és akkor a Mihács Gábor, ugye ő tervezte a díszletet is, meg a jelmezt, és elküldték nekem a manókat. És hát nekem van egy ilyen fekete macskám, a tulipám. És egyébként a Miút is, a Veszprém, azt is teljesen ő belőle csináltam. Meg szerintem ez a lific is kicsit olyan, mint az a macska. Már hogy az én macskám, és akkor én mondtam, hogy én biztos, hogy ez az őt szeretnék lenni. Meg hát a hanyistó kis zöld volt annó ugye a vaskakasban, úgyhogy ez a színhez már szinte hozzá vagyok szokva. Ja, úgyhogy így. Így volt, és akkor azt tudtam, hogy mivel én vagyok a Zsuzsikának a manója, hogy akkor majd én leszek az Unterman. Szóval, hogy amúgy meg majd nagy meló lesz, és hogy ja, ennek nagyon örültem, mert hát szeretünk dolgozni, ugye. Én ugye a Vaskakasban dolgoztam, és ott csodálatos bábosok vannak. Tehát a Szukenyik Tomi, a Ragán Edit, ők egyszerűen csodálatos bábosok. És egyszer a Tomi mondta nekem, hogy ő amikor engem néz, akkor zavarban van, mert hogy én... Tehát ugye oda kerültem gyakorlati évben, és hogy nagyon hamar meg kellett tanulni azt, hogy ez így nincs. Hanem, hogy így ez van, és minden energia a kezemben van. De ezt így sikerült azért elsajátítani, és egyébként én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ezt tanulhattam, mert ez egy teljesen másfajta koncentráció. Meg hát a fantázia iszonyatosan kell, és kell tornáztatni, szóval, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hogy ezt én nem tudom kikapcsolni. Tehát azt még meg tudom csinálni, hogy a bábot nézem, nem pedig azért, hogy ugye az impulzus, hogy honnan jön, és hogy nyilván a partnertől jön az impulzus, és akkor például ezt is meg kell tanulni, hogy nem oda nézek, hanem a saját bábomat nézek, és a bábommal kell nézni. Tehát ezek azért nagyon... De hogy nagyon kiül az arcomra az érzelem, meg a gondolat. Tehát, hogy... Manó legyen a talpán, aki lepipál! Vétél egy, ez a legkevesebb, amit egy ember a saját hitelesített manógyári manójától elvárhat. Hogy érted azt, hogy egy ember a saját hitelesített manógyári manójától? Hát úgy. Hát mindenkinek vannak manói, nem tudtam? Mindenkinek? Aha! Anyunak is! Tegnap hangzott el ezen a beszélgetésen a Marco Robinak a Ludas Matyi kapcsán, hogy valaki mondta, sajnos én ezt nem láttam, mert próbáltam, hogy és a Robi például ebben nagyon-nagyon jó, hogy a báb az azért nagyon jó dolog, mert egy csomó mindent meg tud csinálni, mint az ember nem. Viszont egy csomó mindent meg az ember tud megcsinálni, és igazából ha egy rendező ezt így érzi, akkor a színész nagyon boldog.
mert az nagyon-nagyon jó. Tehát például én a prózai színházban gyűlölöm, amikor ilyen halál jelenet van, és akármilyen tehetséges színész vagy színésznő is ott próbálkozik, meg hogy nagy búcsú, szóval, hogy jaj, hagyjuk már, tehát most ki hiszi el, úgyse hal meg, hát na, szóval, és a báb meg tényleg meg tud halni, igazából attól, hogy elengedi az ember. És tehát ez, hogy a halál meg tud jelenni úgy, hogy hiteles. Csak nyilván azt kell csinálni, hogy előtte azt a bábot, azt hát közel kell hozni a nézőhöz. Hogy aztán hatással legyen rá, hogy amikor már meghal.